Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt ház, tisztelt politikai igazgató úr. A Mi Hazánk mozgalom nyáron sem tétlenkedett. Létrehoztunk ugyanis egy anonim bejelentő felületet, ahol kifejezetten az állami szerveknél és cégeknél dolgozókat szólítottuk meg. Nekünk ugyanis fontos az ő véleményük, ezért azt kértük tőlük, természetesen név és mindenféle azonosítás nélkül, hogy bátran osszák meg velünk véleményüket, tapasztalataikat. Felhívásunkra már eddig is több ezer bejelentés érkezett, amit ígéretünk szerint folyamatosan tolmácsolunk önök felé, de az idő rövidsége miatt nyilván csak pár példát tudok csak kiemelni. A pedagógusok a létszámhiány miatt napi akár 40-50 kilométert is ingáznak, ami után tankerületek évek óta 9 forintot számolnak el kilométerenként, kafetériát nem kapnak. Az iskolákban dolgozó kiszolgáló személyzet, például a gazdasági, ügyintézők, takarítók a minimálbért keresik. A volánbusznál a buszsofőrök a világ legdrágább rakományát szállítják, az embereket, és ezt akár havi 200 órában teszik, ennek ellenére 20 éves jogviszony után havi bruttó 300 ezer forintot keresnek. A szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozóknál idén januártól nem a teljes fizetést, hanem csak a szociális ágazati összevont pótlék összegét emelték meg 20%-kal, ami egy középfokú szakképesítéssel rendelkező 20 éve a pályán lévő dolgozónál mindösszesen havi bruttó 10 ezer forintot jelent. A honvédségnél a hivatásos állomány most éppen a háborús veszélyhelyzet miatt nem engedik leszerelni, miközben nemzetközi viszonylatban szégyen, amennyit keresnek, külföldi missziókban pedig a magyar katona kapja a legkevesebbet. Kérem tisztelt politikai igazgató urat és válaszát azzal kapcsolatban, mikor veszik végre észre, hogy a közigazgatás működése elsősorban nem önökön, hanem a munkájukat nap mint nap lelkiismeretesen és alázattal végző dolgozókon múlik. Munkáltatói jogaikat miért megfélemlítésre gyakorolják, miért nem folytatnak konstruktív párbeszédet a szakszervezet képviselőivel? Köszönöm. Köszönöm szépen, képviselő úr. A válaszra megadom a szót Orbán Balázs politikai igazgató úrnak. Parancsoljon, öné a szó. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselő úr. Először is azt szeretném egyértelművé tenni, hogy Magyarország kormánya elismeri mind az állam alkalmazásában lévők, mind ezen belül is a fegyveres testületeknél, az oktatásnál, szociális intézményeknél, állami típusú közlekedési vállalatoknál dolgozók munkáját. Azt gondolom, hogy fontosak ezek az elismerő szavak, de ennél is fontosabb az, amit az elmúlt 12 évben Magyarország kormánya ezeknek a társadalmi csoportoknak juttatni kívánt. Hogyha végigmennénk egyesével ezeken a társadalmi csoportokon, mind az oktatás területén, mind a honvédelem, rendvédelem területén, mind az egyéb állami, központi közigazgatás, meg helyi önkormányzati közigazgatás területén dolgozóknál, állami cégeknél dolgozóknál, akkor azt láthatjuk, hogy nagyon komoly béremeléseket valósítottunk meg az ország teherbíró képességének függvényében. Ha azt a kérdést teszi fel ön, és azt a kérdést teszi fel az ágazatokban dolgozók, hogy lenne-e tere, kell-e tulajdonképpen további béremeléseket ezekben az ágazatokban foganatosítani, akkor természetesen erre Magyarország kormánya egységesen azt a választ adja, hogy kell. Nagyon fontos, hogy tovább emeljük a béreket, ez is a felzárkózásunknak a része. Jelen pillanatban azonban nagyon komoly válsághelyzet van. Nagyon komoly válsághelyzet az a brüsszeli elhibázott szankciós politikáknak a függvénye. Ez azért fontos, mert mi ezzel összefüggésben indítottunk egy társadalmi konzultációt, nemzeti konzultációnak hívjuk. Számunkra is fontos az, hogy megkérdezzük az embereket az őket érintő legfontosabb kérdésekről. És azt gondolom, hogyha önök is ilyen konzultációk gondolkodnak, akkor egyesíteni kell erőnket, arra kérem önöket, hogy biztassák szavazóikat arra, hogy töltsék ki ezt a konzultációt, mondjunk nemet együtt a brüsszeli szankciókra, akkor véget ér az energiaválság, és akkor tudunk további béremeléseket ígérni, ahogy az mindenkinek jár. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Köszönöm szépen, igazgató úr. Egy perces viszonválaszra Szabad István képviselőt illeti a szó, parancsolja. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt politikai igazgató úr, a válaszát nem fogom tudni elfogadni, mert a beérkező vélemények alapján, és mondom több ezer ilyen van,
Hiába vezettek be az elmúlt években a közigazgatás különböző ágazataira életpályamodelleket, az orvosok példája mutatja legjobban, hogy ezek rövid távon sem versenyképesek, aki csak teheti a magánszférába menekült, a dolgozók jó része életkoránál vagy egyéb családi helyzeténél fogva pedig nem tudja, illetve nem is teheti meg, hogy elhagyja a közigazgatást. Kevés jó szakember viszi a hátán a munkát, akik ha kiesnek, akár a rendszer is összedőlhet. A helyzet csak fokozódni fog, amikor megkapják az első téli rezsiszámlát, illetve a 2-3 kötelező Covid-oltástól, vagy ne adj Isten újabb kötelező oltásoktól, legyengült immunrendszerrel 18 fokban kell eltűrniük a kioktatást, örüljenek, hogy egyáltalán van hol dolgozniuk, hiszen ezt szinte mindenki jelezte számunkra, hogy egy ilyen kioktatásban részesültek már. Önök túl vannak zsinórban 3 kormányzati cikluson, és a negyediknek még csak az elején járnak. Tényleg elfogytak az eszközök a dolgozók motiválására? Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, képviselő úr. Egy perces viszonválasz illeti meg politikai igazgatórat is. Parancsoljon. Képviselő úr, csak hogy a számok mezeire tereljem a vitát. 2010 óta 70%-kal nőtt a nettó átlagkeresetnek a reál értéke. Bruttó átlagkereset 500 ezer forint volt, nettó átlagkereset 332 ezer forint, ez 15%-kal magasabb, mint egy évvel korábban, és 2022. januárjától a minimálbér is 200 ezer forintra emelkedett, és 260 ezer forint a garantált minimálbér. Mi azt tudjuk vállalni, hogy amint az ország gazdasági teherbíró képessége ezt lehetővé teszi, akkor további emeléseket fogunk elfogadni. Annyit még hozzátennék önnek, de rezsikérdéseket is felhozta. Európai Unión belül Magyarországon a legalacsonyabbak valamennyi uniós fővárosban az energiaárak, mind a földgáz, mind pedig a villamos energiaára. És ezt a rezsicsökkentés garantálja. 181 ezer forint kormányzati támogatást kap minden hónapban, minden magyar család. Nem azt kérjük, hogy önök dicsérjék meg Magyarország kormányát ezért, hanem hogy amikor ezért küzdünk a brüsszeli szankciós politikával szemben, legalább akkor támogassanak minket. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.